Látod, mikor megöregszünk, nem néz ránk férj, de egy férfi sem. Műhelytitkok derültek ki, beszélgetések zajlottak, tulajdonképpen minden az irodalom körül forgott 5 napon keresztül Kishegyesen. Immár negyedszer találkozhattak testközelből a Dombos Remix résztvevői, a kortárs írókkal és szerkesztőkkel. A záró napon a hídkör alkotói is bemutatkoztak. Center a gyermek, baloldali támadó az álom. Cserejátékosok az Isten, a szerelmeskedés, a szabadság, a séta és a nevetés. Ez Vajdaságban egy igen-igen erősen hiánypótló rendezvényként határozható meg. Nem is tudnék hirtelen más ilyen szellemiségű irodalmi táborról beszélni. Itt az emberek vajdasági, illetőleg magyarországi szerzőkkel, írókkal is találkozhatnak, hogyha kicsit vulgárisan fejezném ki, meg is tudják őket simogatni. Losonc Alpár is előadást tartott a rendezvényen, elmondta, az elmúlt időszakban aggódott a vajdasági írói és szerkesztői utánpótlás miatt. Ugye figyelembe veszem azt, hogy mik jelennek meg hogy egyáltalán megjelenik valami, hogy még van folyóirat. Ez mindössze vélemény is kasszalenti, hogy pislákol a fény. Pénzhiány, rövidebb ideig tartó tábor, másik helyszín. Mindezek ellenére is irodalomtörténelmi eseményt sikerült létrehozni, emelte ki a főszervező. Konkrétan Domonkos István látogatása Kishegyesre. Egy részben nagyon örültünk annak, hogy ő itt volt és hajlandó volt a színpadra lépni. Műhelymunka, irodalmi beszélgetések, fotókiállítás, koncertek. Vasárnap este véget ért a Dombos Remix. A házigazda az Idén és a Hídkör volt, a partnerek pedig a Fiatal Írók Szövetsége, a József Attila Kör és a Szép Írók Társasága.